Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét érdekességeket hoztam nektek, mégpedig a Beverly Hills Zsaru 2-ről. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Az előkészítés során több storyline is felmerült a folytatással kapcsolatban. Az egyik korai terv szerint Axel Foley a Scotland gyárnak segít Londonban. A következő verzió szerint Axel Foley beépül egy Beverly Hills biztonsági szolgálathoz, hogy leleplezzen egy detroiti bűnözőt. Végül a producerek úgy döntöttek, nem bonyolítják túl a dolgot, inkább az első rész vázát használták újra. A Beverly Hills-i 2-ben több utalás is van Sylvester stallone -re. Eleve a filmben feltűnik akkori felesége Bridget Nielsen. Rosewood lakásában láthatunk egy Kobra posztert, illetve egy Rambo 2 plakátot. Azt a jelenetet, amikor Rosewood a kocsi csomagtartójából elővesz egy csomó puskát, az egyik producer Don Simpson inspirálta. Judd Reinhold egy interjúban említette, hogy amikor az első részt rögzítették, akkor mutatta meg neki a producer kocsi a csomagtartójában lévő fegyvergyűjteményét. Beverly Hills és Zsaru 2 DVD kiadásán van egy kimaradt jelenet. Itt a sportlövő klub folyosóján láthatjuk a három főszereplőt, ahogy egy lézeres csapdán próbálnak áthatolni. Tegelt szivarfüstjének köszönhetően látják a csapdát, és így tudnak bemenni dentirodájába. Tony Scott úgy nyilatkozott, hogy azért kellett kivágni a jelenetet a filmből, mert egyrészt lassította a mozit, másrészt pedig nem tűnt túl realisztikusnak. Chris Rock inasként tűnik fel a Playboy villa előtt. Ez volt a színész első film szerepe, melyet annak köszönhetően kapott meg, hogy játszott egy HBO műsorban, aminek Eddie Murphy volt a producere. Az első rész sikere után felmerült egy olyan ötlet, hogy a Beverly Hills i a TV sorozatként folytatódna. Végül ez azért nem valósulhatott meg, mert Eddie Murphy teljesen elzárkózott attól, hogy egy tévés projektben szerepeljen. Tony Scott szerette volna, hogyha Hans Zimmer készíti a film muzsikáját, de a Paramount ragaszkodott az első rész zeneszerzőjéhez. A direktor Tony Scott úgy nyilatkozott, hogy az eredeti szándékuk az volt, hogy a Beverly Hills és 2 egy egyfajta keveréke legyen az első fejezetnek és a 48 órának. A Sydney Burstint alakító Gilbert Gottfried úgy nyilatkozott, hogy közös jelenete Eddie Murphyvel részletesen nem szerepelt a scriptben az összes dialógus improvizáció. Apró rejtett poén, hogy annak a fegyveres őrnek, aki énekelte Teddy Murphy, Mickey Egeres órája van. Ha jól megfigyeljük, a Beverly hills zsaru kettő elején Axel Foley ajtaját, láthatunk rajta egy A és egy F betűt. Tony Scott azért kapta meg a rendezői széket, mert a producereknek nagyon tetszett a Top Gun. A Paramountnak annyira kiemelkedő projektje volt a Beverly Hills Zsaru 2, hogy annak ellenére, hogy a forgatókönyvíró már egy másik filmjükön dolgozott, visszahívták, hogy végezzen néhány módosítást a skripten. A Beverly Hills Zsaru 2 volt az első film, amihez forgattak jeleneteket a Playboy villában. Ezek közül az egyikben feltűnik Bridget Nielsen, aki az 1987-es decemberi Playboy címlapján szerepelt. Az eredeti tervek szerint Search karaktere a másik fejezetben is feltűnt volna. Ez azért nem valósulhatott meg, mert Bronzon Pincsó egy másik filmhez írt alá, és a két forgatási időpont ütötte egymást. Eddie Murphy a sportlövőklubban Richard Jamesként mutatkozik be. Nos, ő Eddie Murphy zenész barátja, aki 1985-ös albumának producere volt. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Beverly Hills és Zsaru 2 -ről. remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!